Advent derekán a sötétbe és hidegbe burkolózó dobóteret Fülep Péter, a Fit Kreator közösség vezetője próbálta meg felrázni, tényleg hideg volt. A nézők testét néhány lendületes táncbemutatóval, a lelküket pedig a jótékonyság örömével. A csapat ugyanis ismét adakozott, ezúttal az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium hátrányos helyzetű diákjai számára tanszereket. Lássuk az erről készült kisfilmünket. Meghívást kaptunk Eger önkormányzatától, és ezt szerettem volna egybekötni, ha már ugye advent, szerettem volna ezt egybekötni egy olyan lehetőséggel, ami ugye az adományozásról szól, főleg így ugye évvégén karácsony alkalmával, és belefutottam az egyik platformon egy ilyen írásba, ahol az Egeri Arany János Általános Iskola igazából tanszerhiányokkal küszködik, és minden évben igyekszünk támogatni valamilyen szervezetet, egyesületet, és most idén őrájuk esett a választás, és most ennek szeretnénk eleget tenni itt a helyszínen, a dobótéren. Eddig a kutya és állatmenhelynek adományoztunk éveken keresztül, de most ugye az Egri Arany János Általános Iskola került így előtérbe, és nekik szeretnénk így segíteni. Azért jöttünk el ide hozzátok, azért kaptunk felkérést, hogy advent alkalmával kicsit fölfűtsük a népet, egy pici mozgással, és figyeljünk a még ilyen téli formában is a mozgásnak a fontosságára. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve ezt egybe szeretnénk kötni egy adományozással. Én alapvetően mindig közösségben gondolkodom, most ez legyen családi, személyes történet, vagy esetleg a csoportom tagjaival. Ez a legjobb válaszomra, hogy mindig közösségben gondolkodom, és nem feltétlenül a rengeteg sok vásárlása a lényeges dolog, hanem mondjuk az ilyen alkalmak, ahol közösen tudunk tenni a másikért. Azt gondolom, hogy én is egész évben nagyon sokat kapok, és ezt valamilyen formában szeretném én is visszaadni mindenféle. Körülbelül 2015-től tart ez a kapcsolatunk, amikor felfedeztük, hogy a gyerekek nagyon szívesen mozognak táncos eseményeket, és az első ilyen esemény egy gyermeknap volt, amikor megmozgattuk az iskolának minden tanulóját. Utána pedig havi rendszerességgel próbáltunk zumba órákat, illetve zumba alkalmakat teremteni a tanulóink számára. Így kezdődött a kapcsolat. Aztán úgy folytatódott a kapcsolat, hogy az egyik lelkes pedagógusunk, a diák önkormányzatunk vezetője, Somogyi Nóra bekapcsolódott ebbe a csoportba, és innen indult ez az adventi kezdeményezés, hogy azokat a kapcsolatokat, amelyek
itt a csoporton belül kialakultak, egy gyűjtés indult a tanulóink számára. Tanulóink jó többsége hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akik nehéz családi körülmények közül érkeztek. A kollégiumunk is felkarolja azokat a gyerekeket, akiknek az otthoni tanulási lehetőségük nem biztosított, illetve szakiskolás tanulóink is vannak, akik viszont a távolság miatt nem tudnák a mindennapi bejárással megoldani a tanulásukat. Úgyhogy nekünk ez óriási segítség a tanítási eszközökhöz, a tanulóknak egy-egy ceruza, radír, elfogyunk most már lassan, karácsony közelettével az eszközökből, és a mindennapi munkánkat és a gyerekeknek az örömét látni, hogy mennyi mindent kaphatnak, és mennyire örülnek egy-egy radírnak, vagy egy-egy ceruzának. Régi már a mi ismerettségünk, és amikor korábban lehetett, akkor sok közös mozgásos élményben lehetett részünk a tanulókkal. Bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban és több lehetőség lesz rá a közös találkozások, hiszen a gyerekek nagyon-nagyon vágyak ezeket a mozgásos eseményeket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a mozgás más irányban is elindult, és a gyerekek számára azok a nélkülözhetetlen eszközök, amelyek a mindennapi tanítási dolgainkat megkönnyítik. Rengeteg adománynak és örömmel is meghatódottan látjuk itt a gyerekekkel, és az iskolánkból a kollégium tanulói is itt vannak a dobótéren, és velünk együtt örülnek. Úgyhogy szeretném, hogyha kapnának az adományozók egy hatalmas nagy tapsot a kollégium. Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, és még egyszer köszönöm, hogy ennyi mindent kaptunk, és holnap biztosan örömmel fogják a gyerekek a jelképes karácsonyfa alatt elfogadni és átvenni ezeket az adományokat.